nagyon, de nagyon különleges helyzetben, mert én élek, itt vagyok mindannyiukkal, itt vagyok a családommal, önökkel, a szülőfalumban, és állok azok a színpadon, faluban, városban, hiszen én már gyerekként büszke voltam rá, hogy Mátyás király korában Sümeg város volt. Állok azon a színpadon, ahol gyakorlatilag életem első igazi fogadalmát tettem. Nem voltam egészen 7 éves, amikor ezen a színpadon álltam először. Zsuzsit, a kis óvodást játszottam egy gyermekoperetben. Még az orrom is csöpög, úristen, nincs egy zsebkendőm. És Zsuzsiként álltam a színpadon. Köszönöm szépen! Zsuzsiként álltam a színpadon úgy, hogy én akkor elhittem, hogy én egy igazi nagy fellépést produkálok, de nagyon szomorú voltam, mert az én jóságos, drága, részeges apám az hetek óta nem volt meg, és én úgy gondoltam, hogy ő nem tudja, hogy én kiállok a világot jelentő deszkára. És megszólalt a zene, elindult az operett, Miska bátyám, a hintó, ami egy hatalmas nagy hattyú, a dísze mögött volt a hintótól, a Jancsi zenélt a zenekarban. Itt álltunk mi mindannyian gyerekek, az anyukám, bizonyos Márika néni, Bella Márika, nekem csak mami. Úgy indított el, hogyha én kiállok a színpadra, akkor biztos, hogy minden tökéletesen tudok-e csinálni, gondoljam végig még egyszer, mert ha nem, akkor inkább ne is menjek ki.